Jó napot kívánok! Ez Fehéren Feketén, a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiójának magazinműsora. Azonnal mutatom, hogy miért érdemes velünk tartaniuk a következő 50 percben. Zeneterápia érintés nélkül. Sérült gyerekek képességét fejleszti a Soundbeam. Robotok a küzdőtéren. Pécsi csapat képviseli Magyarországot a szingapúri világversenyen. Csigaház. Komoly zenéről könnyedén. Óvodás korú gyerekeknek indított ismeretterjesztő sorozatot a Pannon Filharmonikusok. Egy rövid történelmi emlékezéssel kezdjük a mai műsort. 1989-ben tengeralatti temetővé és katonai emlékhelyé nyilvánítottak egy pontot a horvát Adrián Mali Losin szigettől délre. Itt fekszik ugyanis az osztrák-magyar monarchia flottájának egykori büszkesége, a Szent István csatahajó. A Szent István nem csak a neve miatt volt fontos a magyaroknak, hanem mert ez volt a monarchia egyetlen csatahajója, amit magyar gyárban magyar munkások építettek. 89 tengerész veszett oda, amikor a hajót elsüllyesztette egy olasz torpedó, éppen 92 évvel ezelőtt, július 10-én. Az új flottafejlesztési irányelveknek megfelelően 18-19 ezer tonnás új egységeket kell építeni, a legújabb csatahajótípus jellegzetességeinek figyelembevételével. Az új osztály 4 tagból álljon, közöttük semmilyen lényeges eltérés nem lehet. Az új csatahajókat a Trieste hajógyár építse, Rudolf mondta kukkori tengernagy, az osztrák-magyar monarchia flottaparancsnok. Bármilyen jövőbeli csatahajó építéshez Magyarország csak úgy járul hozzá, ha a költségvetés egy harmadát nálunk költik el, és egy csatahajó magyar hajógyárban épül. Bekele Sándor, miniszterelnök. A Danubius hajógyárban, Fiumében épülő hajó ugyanolyan tervek alapján épül, a magyar anyag minősége megfelelő. A kazárrendszer és a turbinák ugyan eltérőek a hajóosztály többi egységébe épített gépekhez képest, de a brit és a német haditengerészetekben jól vizsgáztak. Sőt, még jobbak is, mint a Trieste hajógyár gépei. Rudolf Montecuccoli tengernagy, az osztrák-magyar monarchia flottaparancsnoka. Őszinte örömmel tölt el a Szent István csatahajón vízre bocsátásáról szóló jelentés, amelyet meleg köszönetet mondok önnek. Remélem, hadiflottámnak ez a szent magyar király nevét viselő hatalmas hajóegysége is mindenkor hozzá fog járulni a flotta tekintélyének és dicsőségének megőrzéséhez. Ferenc József. Vasmariska urleánynak, Szeged, Szilléri sugárút 27-es szám. Kedves Mariskám! Ez alap ábrázolja azt a hajót, ahol most vagyunk. Ez az osztrák-magyar monarchia legnagyobb és legújabb csatahajója, a Szent István. A munkálatai ugyan már egészen nem fejeződtek be, de már kevés idő kell hozzá. Ugye szép is hajó ez, kedves Mariska? Ez bizony a Tiszán nem bírna szaladni. Szegény szerencsétlen olaszok, már azt írták a múltkor, hogy minket Fiuménél elsüllyesztettek, és egy másik nagy hajót is velünk együtt. Az olaszoknak ezt a hazugságát az Est és a Pesti Napló is megemlítette a múltkor. Talán olvasta is Mariska. Üdvözli mindannyiukat szívélyesen, Pista! Katona Konrádné úrasszonynak, Komárom, Újváros, Iskola utca 14. Kedves sógorné! A lapodat megkaptam, de itt küldöm az én levélíró asztalomat, éppen akkor írtam, mikor levettek a hordóval együtt. Csak az a baj, hogy üres volt. Én talán a jövő hónapban megyek szabadságra. Üdvözöl mindannyiótokat, és csókollak, sógorod, Lajos! Szilárd fegyelem helyreállítására a legjobb módszernek azt tartom, ha a legénységünket harcba vetjük. Elhatároztam, hogy a flottával kifutok. Horthy Miklós ellentengernagy, az osztrák-magyar monarchia új flotta parancsnoka. Luigi Rizzo korvett kapitány jelentése. Olasz haditengerészet. Hajnali 3 óra 16 perckor füstoszlopot vettem észre. Először azt hittem, hogy Gruzia sziget figyelőállomása fedezett fel, riasztva az ellenséget.
De tévedtem. Két hatalmas csatahajót láttam a hajnali verengésben. Az élen haladó hajót választottam ki magamnak. És megtorpedóztam. Pintér Ferenc, negyedmester. A robbanás után hajónk hirtelen a jobb oldalára dőlt, a lámpák csak hunyorogtak. Érezni lehetett, hogy hamarosan teljesen meg fog szűnni a világítás. Rápillantottam a karórámra, 3 óra 45 percet mutatott. Kovács Béla, tüzéraltiszt. Maxon de Rövid Robert, sorhajó hadnagyot a fedélzete még azt mondta, van remény, hogy megállítjuk a vizet. Magyar fiúk, csak nem hagyjátok cserben a ti magyar hajótokat, Szent Istvánt! Ezzel lefutott a fedél közbe, és több jó magyar fiú utána. Ahogy leértek, végleg lehúzta a víz jobbra a hajót. Egy sem jöhetett fel többé. Egy szálig ott vesztek. Magához ölelte. És most egy kicsivel vidámabb témák következnek. Különleges zenei eszközzel fejlesztik a sérült gyerekeket Kaposváron. A Sunbeam nevű berendezés olyan szenzorokkal működik, amelyek segítségével akár mozgásképtelen gyerekek is zenélhetnek egyedül. A világon összesen 2000 ilyen eszköz van, az egyik Kaposváron. Ez a Soundbeam, magyarul a hangnyaláb nevű műszer. Az eszköz úgy ad ki magából hangot, hogy tulajdonképpen hozzá sem kell érni. Úthangos szenzoros érintkezők, amelyek fizikai beavatkozás nélkül hangot generálnak ezen a berendezésen keresztül. Beépített hangok vannak, és hangokat lehet rá generálni külső eszközről, akár szintetizátorról, mikrofonról felvenni hangokat. Különböző hangsorokat lehet beépíteni, többet felhasználjuk. Attól függ, hogy mit szeretnénk előadni. És vannak a pedek, amelyek nyomásra különböző hangokat adnak. Az eszközt egy orosz zeneszerző fejlesztette ki még az 1920-as években, azóta persze sokat változott, napjainkban főként zeneterápiára használják, például itt, ebben a kaposvári iskolában, ahol fizikailag és mentálisan sérült gyerekekkel foglalkoznak. Mindig úgy építjük az órát, hogy kitalálunk egy témát, és akkor ehhez megkeressük a hangokat, ezt tulajdonképpen a gyerekek irányítják, mi csak koordináljuk a dolgot, utána lerajzoljuk, látjuk ezt a gyönyörű rajzot, és egy kis történetet állítunk össze, majd a gyerekek sorrendben rakják, hogy melyik hangszer szóljon meg először, és akkor tulajdonképpen ez a foglalkozásnak a menete. Legutóbb találkoztunk, akkor létrehoztunk egy képet. Két, így van, és madarakról beszéltünk, igaz? Ki szeretné felrajzolni a világot? Oda a fatövébe pici virágokat rajzoljál, jó? Megmutatja nekünk a Zoli. Ő lesz a fű, figyeljetek! Álljál föl, és kíves és nagyobb lassan szépen mutatja a fűnek a hangját. Mit csinál az őzike, hogyha megijeszti? Elszorod, figyelj! Hát, visszaradjon az őzike, jó? Ja. Na, mutasd meg, hogy fog elszaladni? Erősebben? Erősebben?
hideg van. Elfújt a szél, figyelj, kisütött a napocska. Jaj, megint de jó. A művészetterápia, aminek szerves része most ez az új hangszer is, nagyon komolyan segíti a gyerekek lelki fejlődését, értelmi fejlődésüket, a tanulásban segíti őket, a belső feszültségeiket ki tudják zenélni, ki tudják élni, még azok is, akiknek valami fizikális vagy egyéb organikus, mentális komoly sérülése van. A közös zenélésnek kézzelfogható eredménye van, mondja a pedagógus, mert az alkotás öröme sikerélményt szerez a gyerekeknek. Így. Nagyon ügyes vagy. Elmegyek én a hátatok mögé, és akit meg fogok érinteni, bekapcsolja majd a hangszerét, jó? Neked az a hangszered, igen. Jó? Hallgassuk a fának a hangját, figyelj! Reggel van. Elveszik az idő. Pár ágainál elkezdenek a madarak. Madarak csirkálni, légy híves. Hallgassátok, milyen gyönyörű. Milyen szép. Ugye? Hát hát a meditáció. Igen. Itt az. A virágok cselekedtenek. Nem elég. Meg a fülű is, ugye? Itt a bárhol járna a lelkem. Lelkedben. Lúri azt mondta, hogy a máshol járna a lelkem. Ugye milyen jó érzés hallgatni ezt a zenét? Kaposváron szeptembertől indul be a rendszeres terápiás foglalkozás. Az ötletgazda ragaszkodott ahhoz, hogy az eszköz egy civil szervezet tulajdonába kerüljön, így került a képbe a Lions Group helyi szervezete. Ők koordinálják az eszköz használatát, de a megállapodásunk szerint egy héten 3 napig a mi diákjaink rendelkezésére áll az eszköz. A fennmaradó időben pedig másik 5 helyi alapítvány használja majd a zeneterápiás eszközt. Áprilisban Dunaújvárosban rendezték meg Magyarországon másodszor a Robotino olimpiát. Ezt a robotprogramozási versenyre 27 magyar főiskolai és egyetemi csapat jelentkezett. Közülük pedig a Pécsi Tudományegyetem Pollino csapata lett az első. Ez azt jelenti, hogy jövő héten ők képviselhetik Magyarországot a szingapúri világversenyen. Pécsi Pollino csapat tagjai vannak itt velünk a stúdióban, Malkó Tibor, Papp Zoltán és Lang Tamás. Jó napot kívánok! És ők már a világverseny főszereplői lesznek? Ja. Ők az egyik szereplők lesznek, ezen kívül még nagyon sok robottal találkozhatunk majd a versenyen, különböző csoportok, különböző ezek a robotok mit tudnak? Ezek a kis narancssárga korongok engem a jéghoki korongjaira emlékeztetnek. Ebből kell kiindulni? Kísértetés a hasonlóság. Jelen esetben ő egy munkadarabot fog képviselni a versenyen. Ezeket a munkadarabokat kell majd megmunkálniuk a robotoknak a különböző megmunkáló állomásokon. Az mit jelent, hogy megmunkálni? Mit csinálnak vele? Ez azt jelenti, hogy be kell vinni a korongot az állomásra, meg kell várni, amíg az állomás elvégzi azt, amit el kell, hogy végezze rajta. Ez egy RFID chip segítségével azonosítja a korongot. Ezt már nem értem, hogy micsodával? Van egy kis rádiófrekvenciás azonosító a korongon, és ha beviszik az állomás alá a korongot, akkor az állomás tudni fogja azt, hogy milyen korongot vittünk be alá, és mit kell vele csinálnia. És ha jó sorrendben csináljuk, akkor elvileg kész lesz a munkadarabunk a végén. Az ugye nyilvánvaló, hogy a programot önöknek kell írni, de magukat a berendezéseket is önöknek kell összeépíteni?
Maga a berendezés az egy kész még egyszer robot. El lehet indítani őket, mert tudom, igen, hogy ez egy rendezkednem kell. Nyugodtan rendezkedjen közben. Maga a robot az egy kész robot, amit mi megkaptunk, megvettünk a cégtől, és ezeket a robotokat továbbfejleszteni, különböző szenzorokat ráhelyezni az szabad, sőt a feladat az meg is követeli a fejlesztéseket. Azon kívül a programot kell mi írjuk. Hogyan dönt egy zsűri mondjuk, hogy 27 csapat közül éppen önök a legjobbak? Gondolom itt elég bonyolult és összetett feladatokat kell ezeknek a robotoknak végrehajtani, nem? Igen, igen. Maga a feladat az úgy néz ki, hogy két csapat lesz a pályán, az egyik a munkálóállomásokra kell vigye el a korongokat, a másik az ebben meg kell akadályozza őket. És, hát ez egy párbaj. Igen, pontosan. És ha sikerült legyártanunk egy kész terméket, az hosszabb folyamat, több megmunkáló állomáson kell átvinni egy ilyen korongot, akkor nekünk még ezt be kell rúgni a kapuba, minthogyha a hoki meccsen lennénk, ahol van egy kapus, védeni fog. Ennek meghatározott ideje van, hogy meddig tart egy ilyen robot küzdelem? Igen, 2x15 perc. 15 perc, az rengeteg. Hosszú idő, de... Hát tudom, hogy nem dicsőség, de én azért beismerem, hogy én a számítógépnél és a felhasználói szintig jutottam el. Na most ehhez képest ezek fényévnyi távolságra vannak, amit önök csinálnak. Mennyi ideig tart egy ilyen programot elkészíteni? Hát ezt a programot már... Ennek a programnak a részletei pontosabban már több mint egy hónapja készítgetjük. Elnézést. Akkor ezt engem finomítani lehet, igen, még, vagy kell. És a végén fog majd összeállni. Egyelőre próbálunk a részfeladatokra koncentrálni, és a indulás előtt pár nappal lesz valószínűleg meg az egész. Akkor jól értem, ők mennek Szingapúrba. Igen. Önök mellett. Mikor lesz az indulás? 17-én indulunk. Jövő héten csütörtökön, igen. És 27-én érkezünk vissza Magyarországra. Ahogy ezt a kis beharangozó filmecskét néztük, ami a RoboCup 2010-nek a felvezető filmje, ott én gyerekeket láttam. Az azt jelenti, hogy az önök csapata akkor már ezen a világbajnokságon túl koros? Hát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenféle korosztály elő fog fordulni a versenyen, de nem is igazán versenynek nevezni, tehát a verseny az csak egy része, inkább a bemutató az, ami nagyobb hangsúlyt kap, és az, hogy minél több emberrel ismertessük meg ezt a programozási részt, amit mi képviselünk, a többi robotokat, ugye, amit a többi csapat fog felvonultatni a pályán, és ezt minél fiatalabb korban el kell kezdeni, mert a fiatalok sokkal fogékonyabbak erre a feladatra, mint adott esetben, hogyha idősebb korban kezdik el. Azt árulják el nekem, hogy az igaz még, ami az általános vélekedés, hogy az ázsiai népek sokkal-sokkal előttünk járnak ezen a területen? Technikailag igen, anyagilag talán egy kicsivel előttünk járnak, de én azt mondom, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt, mert talán mi annyival kreatívabbak vagyunk, hogy nem csak azt látjuk, hogy hogyan lehetne ezt sok pénzből sok emberrel megoldani, hanem megpróbálunk abból dolgozni, amink van. Önök egyébként, ha befejezik a tanulmányaikat, akkor mik lesznek, ha nagyok lesznek? Mi ketten villamosmérnöki szakra járunk, a Tamás az meg informatikai szakra. A Tamásnál majdnem egyértelmű, de önöknél jelent valamit? Befejezem a kérdést. Tehát jelent valamit az, hogyha egy ilyen világversenyre kijutottak, másrészt meg ha ott jó eredményt érnek el? Mert ez most azt mondom, hogy hát egy jó játék. De gondolom, mégsem ezért csinálják. Egy nagyon jó játéknak nevezhető a dolog, ami így kívülről a játéknak látszik. Gyakorlatilag rengeteg munka van mögötte. És azt mondom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megmutassuk azt, hogy egy ilyen kis csapat mit tud elérni egy ilyen versenyen. Gyakorlatilag azért indultunk el ezen a versenyen, hogy megpróbáljuk, hogy tényleg mi ez, és mit tudunk letenni az asztalra annyi munkával, amennyit belefektettünk. Mi nagyon büszkék vagyunk önökre, Polinó hajrá, és 27-e után érdeklődni fogunk, hogy mire jutottak Szingapúrban. Tarolják le őket. Köszönöm, hogy köszönjük itt voltam. Most pedig egy kis nyelvi találós kérdés, mert hogy nem tudom, ki tudja azt, hogy mit jelent az a szó, hogy slapaj. Elárulom. Eredetileg a német schlepp szóból származó újságíró szakkifejezés. A slapaj az alárendelt szellemi segédmunkát végző újságíró volt. A napokban jelent meg a Pro Pannonia kiadó gondozásában Békés Sándor a Slapaj visszanéz című kötete. Mielőtt a szerzővel beszélgettünk, egy rövid ízelítő belőle. Mintha a Nádorban másfajta időszámítás szerint zajlott volna az élet, mint odakint. Egyébként a 60-as évek vége felé jártunk.
Történetünk helyszíne tehát tulajdonképpen egy sziget, szereplői pedig olyan emberek, akik bár részesei voltak a való világnak, sajátos értékrendjük és a nádor üvegablaka által is határolták magukat attól. Ebben a világban nem az volt a fontos, hogy ki kicsoda éppen, hanem az, hogy ki mivé szeretne lenni. A neves írók, költők és riporterek asztalánál minden délután megjelent egy meglehetősen kopott öltözetű, ám annál csillogóbb tekintetű, és éppen ezért mégiscsak figyelemre érdemes ifjú is, aki jogállása szerint újságíró gyakornok volt, belső adottságait és távlatait tekintve pedig mély érzésű publicista, szabadsághős, nagy fehér vadász és világutazó. A nagyok nem csak hogy elfogadták, de szárnyuk alá is vették, ami egyrészt az újságíróhoz egyedül méltó életvitelt megalapozó folyamatos tanácsaikban, másrészt a térítésmentes rendelések gyakoriságában jutott kifejezésre. Hősünk nádorban töltött órái mégsem voltak felhőtlenek. Ahogy múltak az órák, ahogy egyre mélyebben haladtak előre az éjszakában, úgy vált az ifjú egyre nyugtalanabbá. Kétszer, háromszor is elköszönt, de a valódi búcsúra többnyire csak éjfél felé kerülhetett sor. Egy alkalommal Rab Ferenc, a néma köveket és szóra bíró riporter, rá is förmett. Kukac van a seggedben? Vagy talán az asszonytól félsz? Az ifjú lehajtott fejjel bólintott. Igen, az asszony. Elcsendesült az asztal. Az együttérzés és részvét szinte anyagi testet öltött, és kézzel foghatóvá vált, ugyanakkor azt is érzékelni lehetett, hogy a mélyben, a döbbenet mellett az indulatok is egyre erősödnek. Nyilván mindenkinek eszébe jutott a saját sorsa, a saját felesége, illetve feleségei, mert hogy annál a nevezetes asztalnál meglehetősen magas volt az egyfőre eső feleségek száma. De most mindenki a szerencsétlen sorsú ifjúra figyelt. Az egykori ifjú pedig itt ül velünk a stúdióban, Békés Sándor, szeretettel köszöntelek, mert a nézők megengedik, hogy tegeződjünk, és az sem titok, hogy a Pécsi Körzeti Stúdiónak évtizedekig te voltál a vezetője, de hát ez egy újságírói múltra tekint vissza. Akkor tehát a címválasztás is önéletrajzi eredetű, ez a Slapai, ezt te voltál? Igen, a Slapai én voltam, és tulajdonképpen ez a címmel azt akartam kifejezni, hogy egyrészt tisztelettel, el nem múló hálával gondolok azokra, akiknek a árnyékában, akinek a fényében a mesterséget tanultam, másrészt arra utal, hogy ezt a mesterséget örökre nem lehet véglegesen megtanulni, mindannyian slapaiak maradunk, amíg csak élünk, és amíg újságíróként tevékenykedünk. Kik voltak a nagyok, a mesterek, amikor te kezdted a pályát? Nagyon fényes névsora van a Dunántúli Napunknak az 1960-as, 70-es években. Berta Bulcsú, Lázár Ervin, Hallam Erzsébet, Rab Ferenc, akire ugye azt mondtam, ráragasztottam ezt az állandó jelzőt, hogy a néma köveket is megszólaltak a riportár, fotóriporternek, fantasztikus Erv János, és hát akárhova is néztünk, a Dunántúli Napok Garai Ferenc, a nagy krimi író, úgyhogy olyan mesterek voltak, akiknek a hatáson máig él és működik bennem. Az írást, az újságírást lehetett tőlük tanulni, vagy ahogy ezt a kis nádor hangulatot hallgattuk, az életet? Hát talán ez az utóbbi a fontosabb. Most úgy alakult az én sorsom, kiteljesedvén, hogy újságíró palántákat tanítok a Kaposvári Egyetemen. És többé-kevésbé értelmes embereknek a mesterségnek a alap tudnivalóit meg lehet tanítani. Mindenkit mindenre meg lehet tanítani egy bizonyos szintig. De a jó újságíró az nem csak a mesterségnek néhány fogását ismeri, hanem a világhoz való viszonya, a szemlélet, az emberekhez való viszonya együttesen adja azt a valamit, amit újságírónak nevezünk. Úgyhogy igen, azt tudom neked mondani, hogy a műhely a szerkesztőségben volt, ez a műhely azonban a nádorban teljesedett ki, ez egy szimbolikus helye volt akkor a városnak, minden rendőrrangú értelmiségi ember összejött ott, mert hogy ott emberi kapcsolatok voltak. Visszaigazolásokat kaptunk a munkánkról, ugye a helyi lapnak, a helyi rádiónak, a helyi televíziónak az a varázsa, hogy a méretek csökkenésével nő az azonosulási esélye a befogadónak. Bementem a nádorba, és nem csak a kollégákkal találkoztam, hanem az olvasókkal is. És a kritika, a reagálás rendkívül gyors volt. Igen, a újságírónak az életvitelt, az életszemléletet, az életmódot is tanulni kell. Ennek volt ez egy jó forma.
hihetetlen tapasztalatokkal bírsz, ismerettségekkel bírsz, azért nem véletlen, hogy egy kicsit elszakadva a könyvtől azt kérdezem tőled, hogy abban az időben mennyire volt fajsúlyos a tisztesség, az újságírói tisztesség, mert ma egyre másra azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy hír akár eladható legyen, akár az írott, akár az elektronikus médiában, a tisztesség az már nagyon súlyát vesztette. Hát örülök, hogy ezt te mondod, mert ugye az újságíró nemzedéknek te egy fiatalabb képviselője vagy. Én is így érzem. Ma olyan változások történtek a sajtóban, nem csak mennyiségileg nőtt meg a magyar sajtó, hanem ugye tagozódott a bulvártól a közszolgálatiságig. És ebben a nagy változásban egyik legjellemzőbb változás az, hogy az érdekes fontosabb lett, mint ami valóban fontos. Tehát az érdekes mindent magával ragad, és hát bizony annak érdekében, hogy érdekes legyen valami, nagyon sokszor a tények is megváltoznak. Nevezzük ezt némi jó indulat a bulvárnak, az a baj, hogy a bulvár és a közszolgálatiság, a bulvár és a úgynevezett tisztességes felelős sajtó nagyon-nagyon elmosódik, egymásra hat, és ma már nem lehet tudni pontosan, hogy hol ér véget a bulvár, és hol kezdődik a felelős újságírás. Visszakanyarodva, ezek a történetek, amik ebben a könyvben szerepelnek, ezek akkor példát is mutatnak? Igen, ezek a történetek, ugye születésnapomra készülve jelent meg ez a kötet, ezek a történetek összefoglalják az életemnek a legfontosabb mozzanatait, és hát a legfontosabb mozzanatok között kiemelkedő helyen van a nagy személyiségekkel való találkozás. Ugye a újságírás akkor szimbiózisba jut az irodalommal is. A Dunántúli Napló szerkesztőségével az én szobámban nap mint nap sorba győző Kende Sándor, az előbb említett Berta Bulcson túl, Városi Németen keresztül Galambosi Lászlóig mindenki megfordult. Tehát ma eléggé távol van egymástól az úgynevezett magas irodalom meg az újságírás. Abban az időben ez közel volt, ezek a felsorolt újságírók mellett jelen voltak a labba állandóan az írók is, és ez inspirált kölcsönösen. Tehát az újságírók szerettek volna íróvá válni, az írók pedig olyan értelemben szerettek volna újságírók lenni, hogy az olvasottságukat is, az ismeretségüket növeljék. 70. születésnapodra te megajándékoztál minket egy kötettel. Köszönjük szépen, gratulálunk, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, bár ezt a számot elhallgattatod. Nincs mit szégyelni rajta, köszönöm. Óvodáskorú gyerekeknek indított ismeretterjesztő sorozatot a Pannon Filharmonikusok. A Csigahás sorozat vidám játékos komoly zenei program Csillaga és Csabiga. A Csigaház lakói játék közben próbálják megismertetni a gyerekeket a komoly zeneértékeit és kinyitni a füleiket a zene kincseire. Megjöttek a csigák, és megtelt a csigaház. A legkisebbek most az ütős hangszerekkel ismerkednek. Ma a dobosok lesznek, az ütőhangszeresek lesznek itt. Hát a bemutatkozás után néhány olyan mű hangzik el, amely ennek a hangszercsaládnak, most éppen az ütősöknek a sajátja. Szoktunk hozni, mindenféle dallamhangszereket, amin egyrészt dallamot meg tudunk szólaltatni, másrészt meg különböző effekteket. Ez legegyszerűbben csak úgy tudnám jellemezni, hogy a doboktól kezdve az összes olyan hangszer, ami zörejt ad. Utána pedig a hétköznapi jelenségek, tárgyak és azok az ismert dallamok szólalnak meg egy-egy új komoly zenei betéttel, még megspékelve. A csigaházban senki sem várja el a közönségtől, hogy maradjon csendben és üljön nyugodtan. Kellett tapsolni, meg még táncolni is kellene. Hát figyelni kellett, meg én kell meg zenéket utánozni. A komoly zenét nem lehet elég korán kezdeni, ebből indultak ki a szervezők, és a szülők is így gondolják.
itt tudnak közel kerülni a zenéhez. Itt veszik észre a zenét először. Én azt gondolom, hogy a zene az a gyereknek egy életeleme, úgyhogy szeretik a zenét. Komoly zenét is hallgatunk, meg nyilván az ő koruknak megfelelő időtartamba, de azt gondolom, hogy ez azért a nevelésük része kell, hogy legyen. Azt gondolom, hogy ez egy plusz a gyerekeknek, és egy nagy élmény, meg a szülőknek is, meg én azt remélem, hogy az előadóknak is. Hát én most, ahogy így benézelődök, már látom, hogy egy csomó kisgyerek már oda megy, már megnézi. Ezt szerencsére meg is szoktuk engedni, mert akkor a nagy kárt azért nem tudnak beletenni. Mit tettek neked? Nekem az a dob. Miért? Mert az csak ilyen tök jó hangja van. A Csigaház rendszeres látogatóinak már komoly zenei műveltsége van. Van-e kedvenc zeneszerző? Hát... van a Beethoven, azt nagyon szeretem. A Mozart. Miért? Mert szép zenéi vannak. Ismerem a 9. szimfóniáját, a Holdfény szonátát, megismerem az Örömódát, ami a 9. szimfónia más neven. A Csigaház programban a Pannon filharmonikusok tudatosan nevelik a jövő évadok közönségét, az meg már csak ráadás, hogy fiatal tehetségeket fedezhetnek fel. Hát más, mint egy iskolai énekóra. Egerszegi Andrea, a program vezetője, a vendégünk. Jó napot kívánok! Jó napot. Nos, tehát akkor hány éves gyerekeket is lehet vinni a Csigaházra? A Csigaház foglalkozásaira 4-8 éves korú gyerekeket várjuk. Ők leginkább az óvodában találhatóak, de vannak akik már az első-második osztályos padokban. Ugye mi a Csigaház programnak az első alkalommal rendezett koncertjén voltunk, és holnap lesz a második, 12-én, ugye? Így van, június 12-én, holnap a Dóm Múzeumban. Akkor mely hangszerek kapnak főszerepet? És akkor egy másik hangszercsalád, a Vonósok fognak bemutatkozni, első hegedű, másod hegedű, brácsa, cselló és a nagybőgővel várjuk, és egy fantasztikusan jól megkomponált, kitalált foglalkozással. Én már nagyon várom ezt a foglalkozást. Ennek a részleteibe beavatna bennünket? Mi az, és hogy megkomponált? Mert nyilván ezeknek a gyerekeknek, ilyen korú gyerekeknek a figyelmét lekötni az nem egyszerű dolog. Így van, pontosan ez a komponálásnak a pedagógiai része, amire nagyon kell figyelnünk, hogy megmozgassuk őket, bevonjuk őket, olyanfajta helyzeteket mutatunk be nekik, amik akár az ő környezetükben is előfordulhatnak. Itt a bejátszáson láttuk a harangot, vagy a szelet, a viharnak az effektjét, amit az legutóbbi hangszerek közül, a hangszercsaládok közül a dobosok mutattak be. Holnap a különböző állatok lesznek majd, a madarak megszólalnak, a kakasok, ahogy a tyúkkal viaskodnak, vagy ahogy együtt élnek a hattyúk, a kakukkot ugyanúgy megláthatjuk, de lesznek Csajkovszki darabok is, Mozarttól is láthatunk, majd hallhatunk majd egy-egy részlete, ez egy kamarakoncert, egy rövid kamarakoncert elejéig. Tudom, hogy jóslásokba senki nem szívesen bocsátkozik, de mire számítanak? Hogy ez a program, ennek a programnak a híre szájról szájra terjed majd, mert élvezik a gyerekek, azt lehetett látni. Mindenképpen erre is számítunk, de az, ami fontos, hogy már most megteltek a helyek, azzal, mert ez egy interaktív foglalkozást jelent. Ezért a befogadó kapacitása a teremnek, magának a foglalkozásnak is véges, és hát előrételben elfogytak a jegyek az előző foglalkozás mindkét felvonására is, és úgy néz ki, hogy a holnapira is sem lesznek ilyen problémáink. Kérem, ne udvariasan válaszoljon. Nagyon kíváncsi lennék rá, hogy a Pannon filharmonikusok művészei, akik azért már koncerttermekhez és értő közönséghez szoktak. Mit szóltak ehhez a feladathoz? Fantasztikus emberekkel volt így alkalmam együtt dolgozni, és azért nem idegen nekik, vagy tőlük ez, mert a pocaklakó programmal már a kismamákat szoktatták, illetve a babájukat a komoly zenéhez. Évek óta folyik a felnőtteknek, vagy a nagyobbaknak szóló segítség komoly zenesorozat is, amelyik már a felső tagozatosokat szeretné, és ott is mindig hangok vannak, amikor zajok vannak,
vannak, egészen másképpen viselkednek ott is a gyerekek, mint a felnőtt hangversenyeken. De a hosszú távú cél pedig ez, hogy egyszer valamikor felnővé ezek a gyerekek, értő zenehallgatói és hangverseny látogatói legyenek a Pannon Filharmonikusoknak. Azért az bizonyos, hogy ezekre a foglalkozásokra nyilván azok a gyerekek jutnak el, akiknek a szüleiben van érdeklődés a komoly zene iránt. Hogyan tudják a szülőket megszólítani, mert valahogy mégis azt kell elkezdeni, nem? Szülőknek is azt hiszem, hogy a hívószó elég volt sokszor. A komoly zene az nagyon fontos hívószó még a mai értékrendünkben is. Az is egy koncepciózus célunk volt, hogy a családokat szeretnénk megszólítani, hogy nem a különböző intézményeken keresztül hívjuk be a gyerekeket, hanem azért a családokon keresztül, hogy legyen ez beszédtéma, legyen egy készülődési helyzet, legyen későbbiekben is egy otthoni hétköznapi beszélgetésük alapja, hogy hova mentek, hol voltak, nagyszülőkkel kapcsolatos feladatokat fognak kapni a gyerekek, úgyhogy... Sok érdeklődő gyereket és szülőt kívánok Önöknek ezekhez a programokhoz, akikből majd vált fülű koncertközönség lesz később. Köszönöm szépen. Köszönöm. A kedves nézők figyelmét pedig felhívjuk arra, hogy tehát holnap Pécsett a Dómmúzeumban két alkalommal is lesz Csigaház, akik korábban ébrednek, azoknak 15 órakor, akiknek meg hosszabb lesz a délutáni alvás, azoknak 16:30-kor menjenek el, érdemes. Most pedig egy kis finomságot ajánlok a figyelmükbe, mert hogy megválasztották, illetve kiválasztották azoknak a boroknak a körét, amiből majd a végső voksoláson kikerül Pécs város bora. Volt itt minden fehérbor, rozé, vörösbor, és hát alig tudtak választani az ítészek. Sűrűn cserélődtek a poharakban a borok, és ezzel együtt a pontok is szaporodtak a bírálólapokon a Pécsváros bora választáson. 97-ben, amikor ezt elkezdtük, akkor bizony még Pécsen nem nagyon működött a magánborászat, nem nagyon lehetett palackozott borokat találni, az első város borát azt még nekem kellett lepalackozni, nekem kellett összeszedni a dugókat, üvegeket megfelelő formában. Ma eljutottunk odáig, hogy egyre több meghatározó pécsi borász van. A többi borversenytől eltérően itt nem szakmai zsűri, hanem a pécsi polgárok ízlése dönt. Még egyelőre az elején vagyok, mert mindösszesen 4 bort kóstoltam meg, és ugye száraz felől haladunk, a kevésbé száraz felé, egy biztos a pécsi ásvevelű, pécsi cirkánti típusú bor az, ami ugye helyi specialitást, tehát nyilván abból kell